Tapsvihar és fényképezőgépek kattogása közepette vehette át a szekszárdi gyár vezetője a kormány támogatói okiratát. Ennél a cégnél 237 munkavállaló után 42,5 millió forint támogatást tudtak lehívni. Csak azt az időt kellett kifizetni, amit ledolgoztak, és a fennmaradó idők, mivel ugye itt visszatértek ilyen napi 2 órára és napi 4 órára eső munkára, a kieső időt a magyar állam kompenzálta. Tehát ez a cégnek egy óriási nagy segítség volt, akik ezzel a programmal éltek. A bértámogatás lényege, hogy a csökkentett munkaidőre átálló cégek megkapják a munkavállalói kieső bérének 70%-át. Tolna megyében a program kifejezetten sikeres, hiszen eddig már több mint 3000 állást sikerült így megvédeni. Összességében azt mutatja, hogy szükségszerű volt, és a cégeknek adott esetben a koronavírus okozta a piaci pozícióvesztés vagy gazdasági labilitásnak, ez egy mankó lehetett annak érdekében, hogy ne mondjanak fel a munkavállalóknak, és így ezáltal Tolna megyében mintegy 3100 munkahelyet meg tudtunk őrizni, és az én választókerületemben közel 1500 munkahelyet. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a támogatói okirat átadása után azt mondta, a bértámogatási program elindításakor a kormány célja az volt, hogy a nagyvállalatok mellett a munkavállalók mintegy 70%-át foglalkoztató mikro, kis és középvállalkozások is igénybe tudják azt venni. Azt tapasztaljuk, hogy többnyire ezek a munkahelyvédelmi bértámogatási programok a nagyvállalatoknak szólnak. Esetünkben Magyarországon pedig csak a vállalkozások 5%-a nagyvállalat, amely munkahelyvédelmi bértámogatásért folyamodott. És ez azt is jelenti, hogy egyrészt mindenkit elérünk, másrészt nem annyira bonyolult az adminisztrációja. A munkahelyvédelmi bértámogatást augusztus 31-ig igényelhetik a vállalkozások.